Sziasztok! A mai videómban az arcpalettáimat, illetve a pirosítók, highlighterek lesznek bemutatva, ami a kollekciómban van. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem. Nagyon, de nagyon örülök, hogy igazából az előző két videó, ami a palettáimat illeti, hogy ennyire sikeres volt, nagyon félve mutattam be nektek, mert ugye nekem nagy része csak drogéria, de tényleg nagyon örülök, hogy annyian kíváncsiak voltatok rá, és nagyon sok visszajelzést kaptam privátba is, hogy örülnek annak, hogy úgymond a drogériás termékeket ennyire szeretem, és hogy be tudom mutatni nektek. Úgyhogy hálás köszönet ezért, úgyhogy remélem erre is nagyon kíváncsiak vagytok, ebből már nincs olyan sok. Na de akkor kezdem is, és mutatom. Akkor legyen az első a Catrice-nek ez a bronzere. Ez még a Tropic Exit kollekcióból való. Ez egy óriási darab bronzer, és őt nagyon, de nagyon szeretem. Szerintem ez rengeteg ideig elég lesz. És hát gyönyörű színe van neki. Ez nagy kedvencem, ezt nagyon örülök, hogy ezt megvásároltam, mert tényleg ez egy óriási darab, és nagyon hasznos, tehát tényleg jó sokáig elég. A következő, ez a Maxim Giacomo-nak az arcpalettája. Ez is egy limitált kiadás, amiben van highlighter és pirosító. És nagyon szeretem ezeket a színeket, és nagyon gyönyörű ez az arcpaletta. Már a csomagolása is nagyon-nagyon tetszik, és ezt a két highlightert szoktam így vegyesbe. Illetve hát ez a pirosító is gyönyörű. Na, nem mutatok belőle egy pár swatchot. Nézzétek, milyen gyönyörű. Nagyon szép. Gyönyörű. Én az arcpaletták után, vagyis ugye a szemhéjpúder paletták után az arcpalettákat szeretem a legjobban, és hát ez is egy olyan darab, amire azt tudom mondani, hogy kár lett volna kihagyni. És egyébként nagyon sokan csak az arcpalettát vásárolták meg ennek a Maximo limitált kiadású palettának, illetve az arcpalettát, csak az arcpalettát vásárolták meg nagyon sokan. Mert tényleg ez egy olyan különleges, és annyira jó. Nézzétek, hát gyönyörű. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó darab, és ugye ott van már is a következő, szintén limitált, All in Colors, és ebbe ugye bronzer és highlighter van, és hát ez is egy gyönyörű darab. Nézzünk ezekből is egy swatchot. Gyönyörű. Gyönyörű. És ez is egy olyan darab, ami nagyon-nagyon sokáig el fog tartani. Úgyhogy őt nagyon szerettem. Szeretem ezt a bársony csomagolást. Tényleg az ősz. Az őszre emlékeztető ez a narancssárgás falevél, illetve a tök színe. Nagyon szeretem ezt a palettát, és jó is elővenni. Szintén Catrice. És akkor itt van a Tropic Exit. És itt van az arcpalettája. Hát ez is egy gyönyörű. Erről még nem is hoztam videót. Ezeket még be tudjátok szerezni, hogyha
valakinek felkeltette a figyelmét. Például Lovebirds-ön, ott még láttam. De hát nézzétek, milyen gyönyörű. Úgyhogy ő is egyik nagy kedvencem. És nagyon is szerettem ezt a palettát, az arcpalettáját, és ugye a személypúder palettáját is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Meg hát maga eleves, ez a csomagolás is annyira gyönyörű. Úgyhogy ő is az egyik kedvencem. Akkor végigviszem már ugye a ketriszeket, és itt jön a kaviárgús. Hát ez is egy gyönyörűség. Ez is ugye a limitált kiadás, és ő a legnagyobb kedvencem, ugye, drogeriás kedvencekben is benne volt. Gyönyörű ez a highlighter, ebbe belecsúsztam egy kicsit. Hát ide nézzetek. És nagyon szép ez a pirosító. Úgyhogy ő is egy gyönyörű darab. Mind a kettő, nézzétek meg. Meg hát a bronzer. Alig húztam rá, és már is ott van. De hát ő az egyik nagy kedvencem. Őt szerintem őt használom a legjobban így, ha így előveszem, már így az itthoniakban. Vagy ha megyünk valahova. És még őt is láttam a Lovebirds-ön. És ugye hát ami nagy kedvencem, ugye a NYX-nek ez a highlighter és kontúr palettája, tehát őt nagyon-nagy örömmel. És ő rá nagyon vágytam. De, tehát jó áron fogtam ki, még az volt a jó, mert most már azért egy ilyen 9-10 ezeres ára van ennek is. Csak egy-kettőbe belenyúlok. Mondjuk nézzük ezt. Nézzük. Én például előszeretettel szoktam olyat csinálni, hogyha nincs nagy időm, akkor csak felteszek a szemhéjamra egy bronzert és egy highlightert. Nagyon jó erős sötét színek, nézzétek. Úgyhogy ő neki nagyon örülök, hogy őt beszereztem, és annak örülök legjobban, hogy jó áron fogtam ki, mert azt hiszem, hogy ilyen 5-6 ezer forint körül csaptam rá, és tényleg hát ilyen 9-10 ezeres ára van már neki. Mixtől csak az egy dolgom van. A következő a Revolution, Makeup Revolution, ez a blush paletta. Ebben 8 szín van, és szerintem valami boxban kaphattam, de ezt nem nagyon használom, de ahhoz képest nézzétek, milyen gyönyörű. Látjátok? Nézzük ezt a gyönyörűséget. Ó, nagyon szép. Azt nagyon sajnálom, hogy így, hogy nem járok ugye dolgozni, és itthon vagyok. Itthon nem sminkelem magam, ne értsetek félre, tehát a gyerekekkel el vagyok, és nagyon elmegy a nap, tehát nem mindig van az, hogy én most le tudok ülni és tudok sminkelni. És azt nagyon sajnálom, amikor itt vannak ezek a jó kis paletták, jó kis dolgok, és nincsenek kihasználva. Válos kis pirosító és highlighter. Őt sem sikerült még annyira kipróbálnom. Uff, de szép. Olyan színe van ennek a kettőnek, hogy eszméletlen. Nagyon szeretem a csomagolását, bár eléggé koszolódik, de gyönyörű. Ez az arcpirosító tényleg nagyon jó színe van. Meg hát a highlighternek is. Akkor előveszek ilyen piciket. Ebből nem sok van, ugye ezt nemrég mutattam be nektek, ez a Catrice-nek a pirosítója, ez ilyen krém pirosító. Ez a fajta piros is. Ha
még megvár a narancssárga, akkor azt meg fogom venni. Ez egy nagyon jó krémes pirosító. Nagyon-nagyon jó, ugye nemrég próbáltuk ki, aztán kaptam ezt az Essence-es kicsi pirosítót. Őnek is elég jó fénye van. Elég jó színe van, kicsit ilyen mod, de nagyon jó. The Blush 10-es. Aztán ugye van a Catrice-től ez a pirosító, ez még a tavalyi kollekció. Hát őt is nagyon szeretem. Egyébként ti voltatok már úgy, hogy nem használtatok valamit, és mégis szerettétek. Tehát ti őt is keveset használtatok, szóval mondani, hogy szeretem. Már szeretem, ahogy ránézek, szeretem, ahogy csak itt van, és így szeretem, ahogy van. Ugye tudjátok nagyon jól, hogy ugye én nekem az a riválasztik, ami még van, amit nagyon szeretek, és ebből már csak ennyi van. Ez a pirosítóm, ez a krémes, és ugye hát itt van a kontúr is, aminek az egyik vége ugye a highlighter, a másik vége pedig a bronzer. Ő az egyik kedvencem. Ő most már a bronzerből nem sok van, a highlighterből még elég sok van. De ha elfogy ez a stick, akkor ugye ezt fogom tudni használni. Krémes bronzerem az nincsen, viszont a Rivaltól láttam, és elég jól nézett ki, és elég jó áron volt. Úgyhogy azt majd még megnézem. Aztán szintén a Rivaltól van még nekem itt ez az arcpalettám. Ezt úgy képzeljétek el, hogy én ezt sokszor néztem, de olyan valamiért olyan gagyinak gondoltam, és egyáltalán nem gagyi. Tehát, hogyha akartok egy jó kis arcpalettát, akkor ezt nagyon tudom ajánlani, és én szoktam magammal csak úgy vinni, és tényleg csak azt csinálom, hogyha a bronzert teszem a szemhéjamra, egy kicsit felkelem, és ezt a highlightert csak a szemzugba, vagy ha a pirosítót teszem a mozgó szemhéjra, annyira szépet mutat, hogy sia vagy egy arcpaletta, de már mindjárt megspóroltam egy szemhéjpóder palettát ezzel, és mondom, azt gondoltam, hogy ez egy kis, hát olyan kis gagyinak néz ki a csomagolása miatt, vagy olyan kis egyszerűnek, és itt van, hogy egy tök jó. Tehát például nagyon erős ez a bronzer, nagyon jó highlighter, és tényleg a pirosító is tök szép színe van. Úgyhogy, ha valaki akar valami olcsót és jót, drogéria szinten, akkor ezt nagyon ajánlom. Ez nagyon jó. Ez a Planet Revolution Face Paletta, ami ugye így néz ki. Őt még nem sikerült használnom, de ugye belenyúltunk már, szvacsoltuk, és hát nézzük. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon pigmentált, tehát nem kell annyira belenyúlnom. Nézzétek. Azt nem is tudom, hogy melyik boxba, talán a 40-esben kaptam. Secret box, azt hiszem. Nézzétek, milyen gyönyörű. Őt is majd remélhetőleg hamarosan ki tudom próbálni, mert van egy Revolution paletta, amilyen szeretném őt mindenképpen kipróbálni valamelyik videóban. De a csomagolása is tetszik. A következő, ezt, amit nemrég kaptam az Essence-től, ezt a highlighter palettát, őt már nagyon, de nagyon szerettem, nagyon tetszik a csomagolása, nagyon tetszik az egész kialakítás, és még őt sem sikerült felavatnom. De nézzük akkor ezt is. Ó, nagyon szép. Sokszor látok ilyen eladó dolgokat, és őt többször látom meghirdetve. Most nem tudom eldönteni, hogy csak azért, mert mondjuk ott van a fiókba, és nem használja, vagy pedig azért, mert nem jó. Mondjuk is Sweet Swatch alapján azt mondom, hogy teljesen jó. És azért elég sok mennyiség, tehát egy kihasználható ez is. Biztos, hogy jó sokáig elég. És ami még jó, hogy tényleg ez a nagy tükör is ott van. Meg olyan szép az egész csomagolás. Olyan cuki.
Nekem tetszenek ezek a színek, tényleg jók. Gyönyörű. Nekem nagyon tetszik. Essence-től nem sok termékem van, azt kell, hogy mondjam. Inkább a Catrice szeretem jobban. Na, aztán mutatok egy pár highlightert, amin van, és őket még egyáltalán nem használtam. Ő mind lovely. Mind a három, és ezeket akciósan vettem meg, és azért tettem be a kosárba. A Rossmannban elég sokat szokott lenni a lovely-nak akciója, és amikor ilyen pár száz forintért kapod meg ezeket, na nézzük inkább. Elég jó színe van neki, és ő elég jó krémes, úgyhogy hát ez ilyen róz szín. Nem teszek sokat, mert látjátok, hogy akkor a fénye van. Ezt a másikat. Ennek is nagyon jó színe van. És mondom, a Lovely-nál, tehát az, ahhoz képest, hogy az is egy tök olcsó termék. Jó, hát ebből egy picit sokat öntöttem, de ezt nézzétek. Sokat kinyomtam, bocsánat. Ezt nézzétek. Ez elég lett volna egy csomó ideig. De hát van fénye. És azt hiszem, hogy ilyen, most nem vagyok benne biztos, de talán ilyen 400 forintért, vagy mennyiért jutottam hozzá, de hát az eredeti ára se olyan drága. Csak le voltak akciózó, ott volt halomszámra. Aztán szintén itt van, ami viszont nagyon hasonló, de mégse. Ő viszont, hát ő is egy gyönyörű darab, és nézzétek, hol tegyem, ezt ide teszem már. Ilyen arany. Mintha egy kicsit világosabb lenne ettől. Ez ilyen aranyozottabb színű, de gyönyörű. Gyönyörű. Úgyhogy ilyen krémes highlighterem ez a három van. De többet nem is vennék, mert szerintem az egy jó darabig elég. Aztán van még ugye a Catrice-től három termékem. Ez a Spark of Joy-ból volt. Ez a pirosító, ebből csak ezt az egy színt vettem meg, ugye. De hát ez is gyönyörű, ez ilyen krémes, ennek gyönyörű a színe, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ha elfogy a riválos, akkor ezt tudom használni. Aztán ezt nemrég kaptam meg, ezt a Catrice-t, ezt a highlightert, és hát ez eszméletlen szép. Egyébként hasonló a Lovely folyékony highlighterhez. És ugye hát itt van a Spark of Joy. Nem, ez a Burgliss. És hát ez elővenni is annyira jó. Ez egy olyan gyönyörű ebbe. Hát ebbe tudok gyönyörködni, nekem nagyon tetszik. Aztán ugye, hát egyetlen egy, hogy egy kicsit ilyen csúnyán masszatolódik, és ugye egy jó kis vizes hatású, úgyhogy ő egy gyönyörűséges darab, gyönyörű, úgyhogy ő az egyik kedvencem, féltve őrzem. Sok van. Aztán a Vibótól van még egy highlighterem. A Vibótól azt hiszem, hogy csak egyetlen egy, ez az egy dolog van, és azt hiszem, hogy a még pingpongás dobozban kaphattam. És ő is ilyen gyönyörűség. Ő viszont annyira szfocs alapján se, ha ilyen nagyon-nagyon bányóz, sem erős. Ő egy nagyon light darab.
Úgyhogy ő van még, és az utolsó darabom, az pedig, amit szintén most volt a pingpongás csomagomban, ez a krémes pirosító, és ez nagyon erős, ezt szerettem volna most kipróbálni, de nem próbáltam ki, mert eszméletlen. Hú, megint sokat kének belőle. Nézzétek, milyen gyönyörű. Ilyen kicsit ilyen aranyos, pirosas színe van. Úgyhogy ő lenne még az egyik pirosítom, krémes pirosítom. És úgy látom, hogy másom nincs is. Szóval ezek voltak az én arcpalettáim, pirosítóim és highlightereim. Úgyhogy a következőkben az alapozókat szeretném megmutatni, és hát még majd meglátom, hogy mit tudok oda mellé tenni. Remélem, hogy arra is nagyon kíváncsiak lesztek, és hamarosan fölrakom a sminkes videót is. Úgyhogy legyen szép estétek, napotok. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok!